A magyar nagydíj sorozat tatabányai első versenyén Farkas Petra győzött, most sikerült a győzelem, túl vagy egy olimpián is, de még azért nem záró versenyről beszélhetünk. Mégis hogy értékeled a mostanit, a mai napot? Nagyon jó kis verseny volt, jó mezőnyt hoztak ide nekünk a szervezők. Sajnos Petrának nem sikerült úgy a verseny, 3x-et ugrott, de így is nagyon szoros lett a végeredmény. Te, amikor ma felkeltél, akkor érezted azt, hogy most jobb formában vagy, mint esetleg Tatabányán? Jobb formában nem vagyok, ezt az eredmény is mutatja. Mindenki most azért olimpia után van, szezon vége felé. Örülök, hogy sikerült nyernem. Mit lehet akkor kihozni még a hátralevő egy-két versenyből? Még két versenyem lesz. Szeretnék ezen az eredményen még javítani. Meglátjuk, hogy sikerül. És az olimpiai szereplést, azt hogyan értékelted, hogy majd 3 év múlva Párizsban, akár nem csak egyedül, hanem már Farkas Petrával, aki közben ugye utánpótlás U23-as Európa-bajnok lett, szóval, hogy még jobb eredményt érjetek el, olyat, mint Dohában te, amikor 12. lettél, tehát bejutottál a döntőbe. Örültem az eredménynek, nyilván bosszantó volt, hogy 8 centi kellett volna a döntőhöz. Hasonló eredménnyel végeztem egyébként, Dohába is kvalifikáltam magam ugye a döntőbe. Most az olimpián több kellett volna, ezt sajnálom, de egyébként elégedett vagyok vele.